Sziasztok, Csiszeroszi vagyok. Egy újabb tutoriállal érkeztem hozzátok. Ahogy említettem az előző tutoriálomban, minden kork stílus kompatibilis minden kork billentyűvel. Mondjuk az EdX Pro-tól, amelyikben van import funkció, SMFE import funkció. Ezt most picit részletesebben el fogom nektek magyarázni, és sőt példával is. Azt a stílust, amelyet szerkesztettem nektek, amelyikkel megmutattam, hogyan kell szerkeszteni, azt most szépen fogom magam és a 4X Pro-ból egy PA600-ra fogom beletenni. Egyértelmű, hogy 4X Pro stílus, mivel ezen a hangszerem volt szerkesztve. Azért választottam ezt a stílust, mert ugyanúgy, ahogy megmutattam nektek, hogy hogyan kell szerkeszteni a stílust, egy nagyon elementáris stílust raktam nektek össze, pár track, egy gitármód, és csak egy variációt csináltam meg, hogy magából a lényeget értsétek meg, hogy miről is szól ez az egész. Ugyanezt választottam most áttenni 600-asba, elsősorban azért, mert kevesebb, hamarabb át fogom tudni tenni, könnyebb lesz beállítani, de viszont az összes lépést el fogom magyarázni, ami egy pármilyen bonyolult stílushoz szükséges, hogy azt áttegyük. Jó, és ami még egy nagyon fontos, hogy ezt választottam, hogy C-durba szerkesztettem meg, mivel abban a hangszerben, amelyikbe importáljuk, minden hangnem, minden sávra külön be kell állítani a hangnemet, amiből az adott sáv szerkesztve volt. Elsősorban szükségetek lesz mind a két hangszerre. Tehát arra is, amiből exportáltok, és arra is, amibe importáltok. Jó, lássunk is hozzá, és közben magyarázzam, és megpróbálom úgy, hogy mindenkinek érthető legyen. Egyáltalán nem nehéz egyébként. Viszont, ahogy említettem az előző videóban is, ne képzeljétek azt, hogy egy 1X Pro-ból 4X Pro-t lehet csinálni. Viszont elég érdekes dolgokat ki lehet hozni ezzel a funkcióval. A probléma most is azt mondom, hogy a szemtereknél van, a gyári hangszíneknél. Azokat is át lehet tenni, azt is majd el fogom nektek magyarázni, hogy hogyan. Viszont mindig azon a véleményem voltam, hogy a stílus maga csak egy váz. A hangzását a jó minőségű hang fogja adni. A jó minőségű szempler, jó minőségű gyári hangszín. Ezért is annyira jó a 4X Pro, mert nagyon-nagyon jó minőségű gyári hangok vannak benne. Jó, lássunk is hozzám. Az első lépés, ebből a hangszerből exportálnunk kell azt, amit importálni szeretnénk a másikban. Record, edit. A stílus az ez, ha emlékeztek rá. Jó, mivel itt csak egy variációnk van, elmagyarázom mind a két lehetséges helyzetet. Hogyan lehet darabokba kiszedni. Tehát CV-ként, tehát minden CV-t külön, és elmagyarázom azt, hogy hogyan lehet egybe kivenni markerestől. Fontos megemlítenem itt, hogy az első verzió, vagyis az 1X Pro csak az első verzió működik. Tehát az 1X Pro még nem tud teljesen bemarkerzett mit itt betölteni. Remélem, hogy nem tévedek. Amennyiből emlékszem, nagyon rég nem volt a kezembe 1X Pro, de amennyiből emlékszem, nem lehet teljesen markeres midit betölteni. A 2X Pro biztos vagyok már, hogy lehet. De elmagyarázom azt is, hogyan kell az 1X, vagyis hogyan kell, meg fogjátok érteni a különbséget. Jó, az első dolgunk, ki kell exportáljuk ezt, ami nekünk itt van. Nekünk itt most van egy variációnk, ennyi az egész. Tudjátok mit, átmásolom. Kitöröltem, volt benne egy második variáció, és ha jól emlékeztek, az audio résszel, azt kitöröltem, mert nem akartam ezt a tutoriált, az túl bonyolult lett volna, hogy elmagyarázzam, hogyha magát azt a hangot is hogyan kell áttenni, az egy másik részben lesz, hogy a bizonyos szempereket hogyan tesszük egyik hangszerből a másikba. Itt most csak egyszerűen maga a stílust magyarázom el, azután lehet egy olyan is, hogy memóriát spóroljunk, RAM-ot, akkor meg lehet oldani, hogy a saját hangszínkészletünkből felhangszereljük a stílust, vagy
hát konvertáljuk, importáljuk, exportáljuk a hangokat is. Jó, tehát maradjunk a váznál. Először is át fogom másolni az egyes variációt mind a négyre, hogy lássátok, hogy hogyan működik a markeres betöltés. Ez, ahogy említettem az előző videóban is, tehát menü, style edit, style copy, from variáció 1, all, variáció 2, execute, variáció 3, variáció 4. Szóval, mit a 4-es variációval kicserélek egy hangot nektek érdekességképpen, ebből is még láthassátok a funkciókat. Jó. Ezt kitörlöm, és csinálok egy Premiert helyette. Egy érdekes dolgot itt megemlítek nektek, ezt meg lehet kétféleképpen csinálni, úgyhogy delete note-tal kitörlöm, vagy event edit. Itt van nekünk az első. Ennyire egyszerű. Tehát az első már Premiere lett, most ezt visszateszem. Mert így át kéne menni 4 ütemen, ami azt jelenti, hogy 4x2-8 hangot ki kell cserélni. Az esetben nem lenne sok, de viszont hogyha egy jól megaprózott színt ki akarunk cserélgetni, vagy törölgetni, az sokkal nehezebb úgy. Most ki fogom ezt törölni. Jó, teszünk helyette egy snare-t. Megint egy érdekesség, még jó, hogy úgy felejtettem ezt, ezáltal is el tudom nektek ezt magyarázni. A resolution high-on volt, tehát most nem teljesen helyes, hagyhatom így is. Ha figyelmesen meghallgatjátok, nagyon minimális ritmikai hiba van benne, viszont ezt kvantizálni fogom most. Lehetne egy olyan is, hogy undo, kitörlöm ezt, és akkor felütöm kvantizálva. Vagy menü, style edit, quantize, 16-odba, check, a dobot a variáció 4-esen, a CV 1-esen. Igen, még hogy eszembe jutott, itt nekünk két CV-ünk van. Most érdekes, hogyha például úgy van beállítva, hogy az 1-es CV, hogyha láttátok az előző videót, az 1-es CV volt az összes hangnemre, és a 2-es CV-t a dur settingre állítottam be, hogy csináljon egy basszus fordulást. Az érdekesség az, hogy ott a 2-es CV-ben nekem még nincs kicserélve a ráma, ezért figyeljetek, tehát ez a dur, ez az 1-es CV, és ez a septim, ez a 2-es CV. Tehát itt is látható, hogy mennyire sok variációt beletehetünk egy stílusba. Tehát teljesen a dobot, teljesen megváltozott a stílus azáltal, hogy egy más akkordot fogok. Jó, most még egy, hogy a funkciókat is mutassam be, át fogom másolni a dobot a 4-es variáció 1-es CV-ről a 4-es variáció 2-es CV-re. Következőképpen menü, style edit, copy style, variáció 4, itt már tovább kell tekerjek, variáció 4, CV 1, másolok a variáció 4, CV 2-re, drum to drum, tehát dobot a dobra. Oké, okay. Itt még egy érdekes dolog, hogyha teljesen másoljuk a style elementeket, például variáció 1-et, azt nem engedi csak a variációkra másolni. Viszont a variáció 1 CV 1-et, azt másolhatom bárhova. Így már megengedim. Ez akkor jó, mikor például egy filmbe, hogy ne kelljen teljesen például csak a dob tracken és a basszuson akarunk változtatni, akkor ne kelljen teljesen újból megszerkeszteni azt a részt, hanem átmásoljuk a CV-t, hogyha 4 ütemre is van megcsinálva az 1-es CV például. Átmásoljuk a fillre, a record lengthet, a CV lengthet, elnézést, lecsönkentem egyre, tehát már rögtön együttemes lesz, és kitörlöm a dobsávot, basszussávot, újból játszom azt, amit akarok. Tehát a
a vázat átvittem. Jó, tehát akkor mostanában nekünk ebből áll a stílusunk, van négy variációnk, abból három egyforma, a négyesbe pedig van egy premierünk, két CV-vel. Jó, rendben. Mindenek előtt lementem ezt a stílust. Right style. Ezt is elmondom, tehát right style. Itt van a név megadás, itt választjuk ki a helyet. Itt visszamentem ugyanoda, ahol volt eddig. Jó, most exportálni fogom. Azt jelenti, hogy menü, import, export, export, semefe. És itt van egy ilyen, hogy variáció, egy CV1-et exportálunk. Vagyis ez a neve, és ezt exportáljuk oda. Jó. Execute. És... Jó, tehát rá fogom menteni az USB-re. Ahogy látjátok, save. Variáció, egy CV1, ezt a nevet adta neki. Oké, rendben. És most, hát most csak a variáció egynek a CV1-et mentettem ki. Kimentem a CV2-t is. Ugyanígy. Hogyha a teljes stílus ki akarjuk menteni, akkor végig kell menjünk az összesen, és külön mindegyiket ki kell exportáljuk, és azt majd utólag beimportálni a másik hangszerbe. Még egyszer mondom, hogy ez az egyik Pro-nál fontos így, mert ő nem tud teljes márkerezett midit importálni, mert én, hogyha Shift és Execute-tel mentek, Save, akkor már itt is látható a néven, hogy hát a teljes stílust menti. Oké. Így. Ennyi az egész. Ennyi dolgunk van azon a hangszeren, amelyikről exportálunk. Továbbá fontos lesz, hogy ott legyen mind a két hangszert, mivel elég sok állítást egyeztetni kell a két hangszeren. Jó, áttérek a PA600-asra. Tehát itt a PA600-as. Először is megmutatom nektek, hogy egyszerűen a Songplay is lejátszódja azt, amit betöltöttem. Itt van ez, vagy itt van teljesen markerekkel. Tehát lejátszhatja mindegy MIDI fájlt. Itt is látható, amit magyaráztam nektek az előzőben, hogy a 9-estől kezdődik. 9-es a basszus. Dob, perkució, az nekünk üres volt. Egy zongora. Egy gitár, amelyik egy gitármódban van, és ezért nem ismeri fel. És a stringsünk. Jó. Most elmagyarázom nektek, hogyan lehet betölteni. Record new style. Menü, import, semefe. Pedig benyomjuk a shiftet. És kiválasztjuk ezt. Tehát a markeres verzió. Execute. És kilépünk. Megvan a stílusunk. Ennyire egyszerűen át lehet tenni. Itt még nem fejeződött be minden, mivel nekünk itt van egy gitár, amelyik nem szólal meg. Miért ezt átállítsuk ezt gitármódra. Tehát azt a tracket, ahol gitár volt, átállítottam gitármódra. Most még egy másik érdekes dolog. Hogyha minden más, minden variáció esetleg más hangnembe lenne, mint C-dur, lehet olyan is, hogy egyik C-be, másik F-molba, vagy bármilyen más hangnembe, akkor azokat megnézni arról a hangszerről, amelyikből exportáltuk, és mindent be kell állítani ugyanúgy. Feeling. Érdekes, hogy a CV-t, tehát felismeri a CV-t,
Tehát nekünk nézzük például a variáció, egybe is nézhetjük, tehát két CV van megírva, ami nagybetűvel van írva, az meg van írva, tehát ő látja, hogy kettő van megírva, de viszont nem tudja, hogy melyik CV-t hova vagy. Tehát mi teljesen üres stílusban, úgy mondtuk, hogy üres vázba töltöttük be a midit. Style Element Track Control, és a septimet átállítom a CV2-re. Így. Ez az, ez is a helyünk van. Most pedig automatikusan betett nekünk egy dobot, ami adott esetben itt egy General MIDI dob, mert nem találta egy olyan dobbal csinált, van készítve a stílus, amelyik egy ambient dobbal, amelyik nincs meg a piacon, de viszont betette az első General MIDI dobot. Innen tovább lehet szerkezgetni, próbálgatni. Hagyom a General MIDI-st. Amit még érdemes megemlíteni itt, hogy piacosásban, ahogy látjátok, tehát már a mixer funkció az kint található csak meg, tehát csak a 4X Pop van meg, ez is a PA700-as, PA1000-esben, hogy a stílus szerkesztő részt is megtalálható itt. Most mi elsősorban ezt le kell mentsük, ezt a stílust. Itt jó lesz az első helyen. Jó, most kilépek. Itt is ugyanúgy el lehet végezni minden állítást. Hogy, tehát minden standardon van. Most. Jó, és így tovább. Tehát innen már csak beállítás kérdése. Ahogy mondtam, nem fog 4X Pro lenni belőle, de egyszerűen bármilyen stílust át lehet vinni így 4X Pro-ról, PA1X Pro-ról, 600-asra, bármire felfele, nem érdemesre felfele, kompatibilisek. Jó, nagyjából ennyi lenne a szerkesztés. Ennyire egyszerűen megy tovább. Rátok bízom, hogy próbálgassátok. Ha valamit nem értetek, írjátok meg kommentben. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, és megosztani a videót, hogy minél több zenészhez eljuthasson, és használhassa mindenki. Jó munkát továbbra nektek, sziasztok!